szexuális könyveket hoztunk. Vére fog folyni. Melyikbe fog folyni? Hát mindegyikbe. Ebbe biztos. Abba és is. Ebbe ott is. Már folyik is. Have yourself a merry little Christmas. Na mesélj neked, milyen könyved van? Ez egy japán írónak a könyve, Japánban óriási sikert, film is készült belőle, és több mint 2 millió példányt. Ezt tudjátok mennyi? Elképesztő sok. 2 millió példány. Na jó. Jack Frost nipping at your nose. A casting? Casting? Ez nem egy ilyen light-os szereplőválogatásról. Igen, szóval. Mert hogy valaki meg akarja találni a szerelmét, és azt gondolja, hogy castingot csinál. Persze mondván az, hogy egy filmre készül, és a filmre castingol. Aztán utána meg is ismerkedik egy törékeny kis balerina táncosnővel, de többet ne áruljunk el, de nem. Vér fog folyni. És nem a fiúgyilkol. Tehát nem a gyengébb idegzetű nőknek szól, hanem az erősebb idegzetű férfiaknak. From now on our troubles will be miles away. Életkereskedők. Egy finn író tollából, ő is szintén nagyon-nagyon népszerű az ő hazájában. Számos elismerést kapott már az irodalmi munkásságáért. Az életkereskedő pedig egy nagyon édes regény, vagyis hát nem feltétlenül az édes a legmegfelelőbb szó. Az van, hogy a biztonság kedvéért én hiszem az összes istenben, amit csak könyvben, újságban vagy a tévében ajánlanak. Jó, ez lehet édes is. Igen. Help to make the season bright. Képzeljétek el, én hoztam nektek Tarjányi Péter és Dosek Rita a Pápor emberei című könyvét, ami igazából erről te tudsz többet, mert te tudsz többet róla. Azért tudok róla többet, mert ott voltam a könyvben mutatva. Igen, és én nem voltam ott a könyvben. De majd legközelebb elviszlek, sőt benneteket is elhívunk, ha ilyesmi van. De hogy miről szól a könyv? Történelmi ihletésű a könyv, de azért a valósághoz csak éppen hogy van köze. Vagy nem. Igen, ki tudja, ez a kötet első része. És képzeljétek el, hogy ott volt, amikor a szerkesztő, aki a könyvet szerkesztette, próbálta kifaggatni a szerzőpárost, hogy mi lesz a vége a történetnek, de nem árulták el. De az utolsó mondatot azért felolvasom, tehát azt mondja, a papoknak vagy a magyar titkos szolgálatnak szembe kell nézniük azzal is, hogy valójában nem tudják, ki az igazi ellenségük. Moszkva vagy a Vatikán? Hát döntsük el. Szóval, aki szereti az ilyen történelmi ihletésű regényeket, amiben van krimi és van mindenféle. Még lehet, hogy film is fog készülni belőle. Honnan tudod? Van egy ilyen megérzésem. As in olden days, happy golden days. És nem hiába állunk itt, mert hogy a Libri kiadónak a könyvei közül számos van a top listán, számos ismert ember könyve jelent meg náluk. Ördög Nórinak az angyalműhelye, Liptai Klaudiának az álomnője. I'm offering this simple phrase. Na és itt van Csányi Vilmos, a Kutyák szőrös gyerekek című kötete. Kutyák szőrös gyerekek. Igen, aha. Ez is nagyon népszerű, mert nagyon sok kutyabarát ismerősöm van nekem, és ugye biztos remek ajándék. Na de... mi a lényeg, hogyha megvásárolod, akkor a kutya menhelynek megy? Igen, ez az egyik az egyik. Azt nem tudom pontosan, de mindenképpen az a lényeg, hogy tudtok támogatni a kutya menhelynek. Amit szintén nagyon szeretnek a top lista első ja, csak nem! Schwarzenegger Emlékmás című könyve. Egyébként nagyon izgalmas a könyv. Most gondold el, egy osztrák emberből. Az bizonyítja a könyv, hogy ha az ember valamit el akar érni, itt fejben, minden akkor... két fül között dől el, ezt szoktuk mondani, akkor bármi lehetséges. To kids from 1 to 92. Szóval mindenkinek megvan a könyve, nekünk már megvan, legalábbis szóval mindenki választja ki a könyvét, és akkor utána mit csináljunk? Finom csokoládéval, majszolgatva, olvasgassunk. Akár. És írjátok majd nekünk, hogy melyik tetszett a legjobban. Vagy ajánljatok ki is könyveket, amit érdemes elolvasni.